A Trianon okozta traumáról, a diktátumban foglaltak végrehajtását követő 100 év magányról és egy új közép-európai együttműködés lehetőségéről is szó volt a kanizsai esték legutóbbi előadásán, amelynek vendége Kövér László volt. Az országgyűlés elnökével Balogh László polgármester és a református programsorozat házigazdája Hella Ferenc lelkipásztor beszélgetett. A házelnök Trianon 100. évfordulója kapcsán azt mondta, folytatni kell a nemzet, az anyaország és az elszakított országrészek magyar közösségeinek határok feletti egyesítését, de ezt nagyban meghatározza az utódállamok politikai elitjének hozzáállása is. Hozzátette, Trianon túléltük, a trauma múlóban van, azonban nem szabad hagyni azt, hogy a fiatalok elfelejtsék, mi történt 100 évvel ezelőtt. Az előadás résztvevőit arra buzdította, támogassák a Székely Nemzeti Tanács által a Nemzeti Régiók Védelméért indított akciót, amelyet május 7-ig 7 ország 1 millió lakosának kell aláírnia. Kövér László a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának márciusi ülésére tervezett kezdeményezésről is beszélt. Hogy hova jutottunk az elmúlt 100 esztendőben, ezt szeretnénk egy olyan közös nyilatkozatban megfogalmazni, amit szeretnénk természetesen az európai döntéshozók elé is tárni. Na nem azzal az illúzióval, még mielőtt valakiben a kérdés megfogalmazódik, hogy a szívükhöz kapnak, hogy úristen, mit tettek az elődeink 100 évvel ezelőtt, és akkor próbáljuk ezt orvosolni, hanem inkább azért, hogy ezzel is megtámogassuk azokat a kezdeményezéseket, most legutóbb az Székely Nemzeti Tanácsnak a aláírásgyűjtési polgári kezdeményezési akcióját, amely azt próbálja elérni, hogy az Európai Unió tűzze napirendre az őshonos nemzeti kisebbségek jogállásának, jogegyenlőségének a kérdését, és igenis próbáljon meg olyan közös normákat alkotni, amelyek valamilyen minimális szinten közös nevezőre hozzák az Európai Unió tagállamait a nemzeti kisebbségekkel szembeni politikát illetően.